Alapanyag bemutatását tervezi a mesterség, 12 helyet lépett előre a reti. Humoros filmek az idősek átverése ellen, fontos a karbantartás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 15-én 18 óra 5 perckor. Az új tanévben Szatmári János szeretné megkóstoltatni a gyerekekkel a főzelékeket, a krémleveseket, hogy megszeressék azokat. Meg kell ismertetni az alapanyagokat velük, mert nem tudják, mi az a kelkáposzta vagy a brokkoli. Szatmári János mesterséf a közétkeztetés során azt tapasztalja, hogy a gyerekek nem ismernek sok főzési alapanyagot, mint például, hogy mi az a kelkáposzta vagy a brokkoli, mert valószínűleg nem minden nap használnak otthon ilyeneket. Ezért januártól alapanyagbemutatást tervez a diákok számára. Mindenféleképpen sokat foglalkozunk avval, hogy a főzelékeket próbálják meg, vagyis a krémleveseket a gyerekek, hogy próbálják fogyasztani, de mint ahogy az előbb említettem, hogy többször kell kóstoltatni velük, mert máskülönben nem tudja megkülönböztetni, hogy a brokkoli krémleves meg az zöldborsó között mi a különbség, csak a színére, és akkor ha megtudja, hogy az nem zöldborsó krémleves, hanem brokkol, akkor már rögtön nem kell, nem ízlik. Úgyhogy a magukat tudatukba kellene valahogy ezt helyre rakni, és bemutatni, minél többet kóstoltatni. Én régebben mindig a gyerekeket, meg a pedagógusokat kértem, hogy kóstolják, mert a gyerekeknek próbálják elmondani. A gyerekekkel továbbra is ismertetni kell az alapanyagokat, mert azokat szerintem nem ismerik, és nem tudják, hogy mi az a kelkáposzta, vagy akármi más olyan alapanyag, amit nem minden nap használnak otthon, és most mindenféleképpen továbbra is megpróbáljuk januártól diákokkal egy ilyen alapanyag bemutatást most kidolgozás alatt van. A diákok a milánói makarónit, a gyümölcslevest és a tejbegriszt szeretik a legjobban, de nyerő a paprikás krumplis, ezek vannak a toplista elején, a főzelékeket egyszerűen nem fogyasztják el, mert nem ismerik. Ezen szeretne Szatmári János a tanév során változtatni. Ez a milánói az első, úgyhogy a gyümölcsleves, úgyhogy ezek a tejbegríz, ezek mennek, ezt ismerik legjobban a paprikás krumpli, úgyhogy ezek a nyerők, ezek vannak a toplista elején. Magukat a főzelékeket egyszerűen nem fogyasszák, nem tudjuk, hogy miért. Felnőttként pedig több embert kérdeztem, felnőttként mindenki szereti a főzeléket, a gyerekek nem tudjuk, miért nem. De majd rá fognak szokni, előbb-utóbb bízunk benne. A mesterséf részt vesz a többfordulós országos közétkeztetési verseny szakmai zsűriében. A zsűritagtól megtudtuk, hogy az első régiós döntő 30 csapattal zajlott le, Szolnok megyéből idén sajnos nem vett részt csapat. Televíziónk a verseny részleteiről kérdezte Szatmári Jánost. Bizonyos alapanyagok meg vannak határozva, mint az idén a lecsó és a méz volt, amit fel kellett használni, és a minden csapatnak saját magának kell készíteni egy receptet, és a receptet, mikor beküldik, azokat értékeljük, zsűrizzük, és utána pedig le kell neki tudni főzni 100 főre, és utána pedig régió szinteken pedig be kell mutatni az ételt, és akkor ott értékeljük, hogy valóban a recept szerint készült el, vagy nem. Szatmári János tapasztalata szerint egy diákkal 6-7-szer meg kell kóstoltatni a levest, hogy megismerje az ízeket, mert a gyerekek nem szeretik a lecsót. Többszöri kóstolás után derül ki, hogy ízlik vagy nem ízlik. Sokféle ételt lehet készíteni, a mézet is sokféle alapanyagként fel lehet használni, főételbe is ízesíteni, vagy desszertként, vagy olyan előételként, vagy olyan krémlevest, ami a mézzel ízesíteni, úgyhogy sokféleképpen lehet. Ezeket mindet meg kell tervezni, kipróbálni. Egy diáknak általában 6-7-szer meg kell kóstoltatni, hogy megismerje ezeket az ízeket, szokja meg ezeket a különleges dolgokat, mert a gyerekek nem szeretik a lecsót például, mert hogy paradicsom paprika volt előírva, és ezek a többszöri kóstolás után jön a gyerekeknek az, hogy ízlik vagy nem ízlik.
A versenyen egy csapat 4 emberből áll, 2 főz, 1 irányít, 1 pedig a tartalék. Össze kell kovácsolódni, mert azért ez itt nagyon lényeges, hogy erre a versenyre megy 4 ember. Ebből 2 főz, 1 irányít, és 1 pedig tartalékként odaül egy pihenő helyre, és akkor, hogyha valaki rosszul lesz, vagy lebetegszik, és akkor tudják cserélni, és akkor tovább folytatódik a verseny. Az országos középkeszedési verseny döntője februárban lesz, ahol a legjobb 12 csapat fog indulni. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola az abszolút kategóriában tavaly a 27. idén a 15. helyen végzett a legjobb iskolák országos listáján, amelyet a kompetencia mérések eredményei alapján állítanak össze. 12 helyet lépett előre a refi. Az országos kompetencia mérések során elért eredmények alapján állították össze a legjobb iskolák listáját. A matematika, olvasás, szövegértési feladatok eredményeit több évre visszamenőleg rangsorolták. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola az abszolút kategóriában tavaly a 27., idén a 15. helyen végzett. Az oktatási hivatal minden évben kiírja az iskoláknak a kötelező külső mérést. A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók írják az úgynevezett kompetencia mérést szövegértésből, illetve matematikából. És a szakértő szülőknek egy csoportja ismételten ebben az évben is ugyanúgy, mint legelőször tavaly, összeültek, az oktatási hivatal honlapjáról leszették a mérési eredményeket minden általános iskola esetében Magyarországon, és az elért eredmények alapján történt egy összesítés, és így az összesítés alapján országosan, tehát az általános iskolák között a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 15. helyezett lett. Tehát megerősíteném, hogy ez teljesen egy külső mérés, és 27-ek voltunk tavaly, tehát 12, ha szabad így mondanom, hát lépcsőt, fokozatot léptünk, hál' Istennek nem hátra, hanem előre. Mi magunk is meglepődtünk, abban bíztunk, abban reménykedtünk, hogy legalább a 27. helyezést meg tudjuk tartani, de hát ennek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Mérték a szakértő, hozzáértő szülők az iskola szakmai teljesítményét, pontosabban a pedagógiai teljesítményét. Nyilván a kettő összefügg, tehát a mérések eredményével, és gyakorlatilag a pedagógiai teljesítményünk alapján, a nyújtott szakmai teljesítményünk alapján az iskola első helyezést ért el. Az iskolavezető büszke az eredményre, amit emel, hogy egy objektív mérés eredménye alapján készült a rangsor, és egy másik összeállítás alapján a refis tanítási, tanulási módszerek pedig az első helyre értékelték, a lista az oktatási hivatal honlapján olvasható. Mi ennek a 15. helyezésnek is úgymond nagyon örülünk, és annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek ezért a pedagógusok. Nagyon jó nálunk az alapozás alsó tagozatban, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, ugyanúgy, mint a házépítés. Nél az alap az nagyon fontos, és a felsőben, amit még rátanítanak, rádolgoznak a pedagógusok, én azt gondolom, hogy neki köszönhető elsősorban ez az eredmény, természetesen a jó képességű gyerekeknek és a segítő, támogató szülőknek is köszönjük szépen. A 15. hely a több éves sikeres felkészítésnek, tehetséggondozásnak az eredménye, véli az igazgatónő. Az országos lista a szülők számára készült, hogy segítsék az iskolaválasztást. Az idősek áldozattá válásának megelőzése érdekében készített Csalú Akadémia címmel 4 részes rövidfilm sorozatot a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa. A filmek a legnagyobb videómegosztó portálon nézhetők meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács videófelvételei között.
Az idősek hiszékenyebbek, nem könnyen fognak gyanút, így gyakrabban válnak csalás áldozatává. A humoros filmekből, amelyekben egy idősebb bűnöző oktatja a fiatalabbat a trükkökre, az idősek megismerhetik a rájuk leselkedő veszélyeket. Garambölgyi László, az NBT kommunikációs igazgatója televíziónknak elmondta. A kormány 2013-ban fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, amelyben kiemelt szerepet kapott az idősek korúak védelme. A mai napig az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése a tanács egyik legfontosabb feladata. Elmondta, az idősek hiszékenysége miatt döntött úgy az NBT, hogy a 4 rövid filmben bemutatják a csaló gondolkodását, végtelen kreativitását, a tipikus elkövetői magatartásokat. Ezeket a potenciális sértettek is könnyen tudják azonosítani, jegyezte meg. Hozzátette, a kisfilmekkel azt szeretnék elérni, hogy az idősek ismerjék fel a gyanús körülményeket, és ne dőljenek be a csalásoknak. Szeretnénk, ha az idősek a filmek hatására elsajátítanák az egészséges gyanakvás és az észszerű óvatosság elvét, fogalmazott Garambölgyi László. Gáspár Tibor alakítja az idős, tapasztalt bűnözőt, Jéger Zsombor pedig a tanítványát. A kisfilmek a kamuzás alapjait, az unokázó és az áruhás csalásokat, valamint a lakásban az értékek elrejtésének tuti helyeit mutatják be. A filmek a legnagyobb videó megosztó portálon nézhetők meg, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács videófelvételei között. Fontos, hogy a célközönséghez eljussanak ezek a filmek, ezért lehetőség szerint minden család mutassa meg az idősebb korosztálynak csalás témájában készült felvételeket. Ahol eddig elmaradt a karbantartás, a lakók azzal szembesülhetnek, hogy a fűtőberendezés nem megfelelően működik, vagy éppen üzemképtelen. A gázkazánok esetében a tartós üzem előtt elengedhetetlen az égőtér és a hőcserélő tisztítása. Ellenkező esetben a por ráéghet a hőcserélőre, emiatt a kazán hatásfoka romlik, tökéletlen égés jön létre, mindez előbb-utóbb a kazán leállásához, rosszabb esetben akár szénmonoxid mérgezéshez is vezethet. Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szénmonoxid érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebbet és kisebb fokban sérülnek meg. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, ennek érdekében célszerű minél több otthonban füstérzékelőt elhelyezni. Egy időben jelzőberendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. A téli üzemmódra való átállás előtt fontos szakemberrel ellenőriztetni a gáztelepek, ventilátorok és a keringető szivattyúk működését, és a biztonsághoz a füst elvezetők, kémények vizsgálata is nélkülözhetetlen. Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom és kátrány réteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástűzek száma, míg naponta átlagosan 16 lakástűzhöz riasztják a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A fűtési szezon elején a kémények állapotával is foglalkozni, ha még nem ellenőrizte szakember a füstelvezetőt, még nem késő kihívni. A családi házakban a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A www.keményseprés.katasztrófavédelem.hu/ügyfélszolgálat linken lehet időpontot foglalni, vagy a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpontban. A katasztrófavédelem kéményseprői 17 megye 2672 településén látják el a kémény ellenőrzési és tisztítási tevékenységet a lakosság körében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!